Köszönöm.
poi vita che sempre vicino di Cristo. Gesù fui poi per sé, la maglia con Dio, con la scuola, la maglia con tutto, con l'istante. Quella che sempre a Dio, che anche a Dio sempre dice, la parola, sempre a Dio, la parola, e c'è così, la parola, tutto, scegliere di andare a Dio, e la parola, 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 la saját örök boldogságunk, hogy tudjuk minden szentmiségben, legyen ez a mai miségben is így. Szent Mise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki Istenünket, Szent Mise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki Istenünket, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezesse el az örök életre. Amen. Thank you.
Isten te szent törvényedet az Isten és ember szeretet parancsával foglaltad össze. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre. Ami Úr Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökre. Thank you.
időben Jézus és tanítványai átmentek Galileába. De Jézus nem akart, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta neki. Az ember fiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámadt. Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni. Ezután Kafarnaumba ért. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőle. Miről vitatkoztatok az úton? Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymásnak arra tanítottak, hogy ki a nagyobb közül. Leült, odahívta a 12-t és így szólt. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgálat. Azután odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, magához ölelte, és ezt mondta nekik. Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem az, aki küldött engem. Ezek az evangélium. Hogyan viszonyul Jézus?
tényleg minden mindig az Atyához szól. Ő azért jött, hogy kinyilatkoztassa nekünk az Atyát. Az Atya Isten az ő szeretetét, a felénk való fordulását, törődését. És önmagával kapcsolatban Jézus mindig az Atyához mérten beszél, az Atyával való kapcsolatra hivatkozva határozza meg saját magát is, sohasem függetlenül az Atyától, sohasem elvonatkoztatva önmagát az Atyával való kapcsolatot. Nagyon fontos felismerés, hogy önmagunkat a kapcsolataink által tudjuk leginkább megragadni. Amikor én a személyem lesz érdekes egy beszélgetésben, egy interjúban, bármiben, soha ne vonatkoztassuk el azokat a kapcsolati tényezőket, akik engem ilyenné tesznek, vagy ilyennek tartanak meg. Például valaki családban él, saját személyiségének az értékességét nem tudja, nem vonatkoztathatja el attól, hogy van egy családi szeretet, amely ilyenné teszi, és ilyenben ennek tartja meg napinkban. Jézus soha nem beszél önmagával, csak úgy önmagával kapcsán, hanem az Atyához mérten. Minden dicsőséget az Atyának tulajdonít, mindig az ő szavait próbálja tolmácsolni, az ő akarata szerint jár el és cselekszik. Mindig az Atyával viszonyba hozva önmagát, beszél magával. Úgy is mondhatnánk, nem magát a fontosnak, hanem az Atyát. Második dolog. Jézus sokszor nagy tömegbe szikörül. Úgy mondanám, ha az Instagram meg a Facebook korszakában sok követője. Nagyon sokan vették körül, sok gyakorlatilag, tömegek mennek vele, kitartóan ragaszkodnak hozzá, még azon az áron is, hogy nem is esznek. Ugye a kenyérszaporítás csodája is egy nagy tömeghez kötődik, akik annyira rá voltak, mondjuk így, talán nem értik félre cukkamba Jézusra és arra, amit csinál meg, mondta, hogy még az evés is másodlagossá vált. Csak egy lábjegyzet, hogy milyen jó lenne, mi is itt állnánk az Úrra cukkamba, hogy még az evés is másodlagossá. Hogyan éli meg Jézus a tömeghez való viszonyt? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert aki dolgozott már nagy emberi sokasággal, volt velük kapcsolatban valamiféle szolgálati vagy valamiféle viszonyban, ez mindig feszültséggel, kihívásokkal és nem kevés szervezni tudással párosul ez a kihívás. Hogyan éli meg Jézus a tömeg? Az első. Soha nem használja fel a tömeget semmilyen célra. Hát nem, itt van egy csomó ember, nagyon vannak értelme, hogy Jézus kihasználhatta volna, forradalmat csinálhatott volna, megtöltette volna Herodesnek a uralmát, szembe mehetett volna most a rómaiakkal, lenyomhatott volna a fotokon valami eszmét, ideológiát, ami aztán feltüzel mindenkit. Soha nem használja a tömeget semmilyen. Nem vezeti őket sehova. Nem csináltak velük szimbolikus tetteket, a saját messiási tetteibe se kapcsolja őket be. Ő megcsinálja azt, amiért jött, most valaki csatlakozik hozzá, jó, jó, ha nem kötelezi, nem kéri, hogy legyenek és akkor vele együtt vonuljanak be világvasárnap hatalmas tömegén a zsárba. Ő bele csatlakozik, csatlakozik, aki nem. Nem lázítja őket. Tanítja őket egyértelműen félreérthetetlen módon szeliden tanít, és manipuláció nélkül. Elmondja az üzenetet, és ott hagyja. Aztán ők majd dolgoznak az üzenettel, ahogy tudnak. Soha nem ő gyűjti maga köré a tömeget. Tehát nem lesz egy felhívás, Facebook esemény, jöjjön mindenki. Nem gyűjt maga köré a tömeget. Azok ennek magatok, mert jó volnak, nem kell cégni. Felismerték, hogy egy jó ember, elkezdte a tanítása, csodákat tesz, mentek ők maguktól. Aki viszont oda ment hozzá, azt nem küldte el. Ők úgy volt vele, hogy az Atya küldi őt hozzájuk, és az Atya iránti szeretetből sem küldi el ezeket az embereket. Nagyon fontos, de összegezve, hogy Jézus szabad a tömegekkel kapcsolatosan, és megőrzi önmagát, és mindig a küldetésére fókuszál, és nem a helyzet kihasználása az, ami őt. Harmadik szempont a nyilvánossággal való viszonynak egy nagyon-nagyon fontos fejezete, a legsérülékenyebb fejezete, azt hiszem. Jézus soha nem beszél a magánéletéről. Nem beszél a hobbiáról, kedvenc időtöltéséről.
gyerekkoráról, szüleivel való kapcsolatáról, megnézhetek romantikus történetei, hogy milyen volt, amikor iskolába járt, voltak a barátai. Nem beszél a családi dolgokról, baráti kapcsolat. Magánélet válaszol. Nagyon fontos dolog, mert tudjuk, hogy az ember, amikor föltárja magánéletét, az egyfelől egy óriási bizalomnak a jele, afelé, amifelé föltárja a magánéletünket. Ugyanakkor nagyon-nagyon kevés ember van, aki ezzel igazán tud mit kezdeni. Az a minimum, hogy megtartja azt a tiszteletet, hogy ezzel nem él, nem él vissza, nem kommentálja, nem érti félre, stb. Stb. Nagyon kevés ember van, aki erre képes, azt gondolom. Nem azért, mert buták vagyunk, vagy bántók vagyunk, egyszerűen nincs meg a kultúrája annak, hogy hogyan kell a magánéletről beszélni, anélkül, hogy túlságosan esztelen lennék. És ez valaki megteszi velem, én azzal mit kezdjek? Egyszerűen nincs kidolgozva a viszonyrendszerünkben, ennek a valóság. Az ember ilyenkor nagyon sérülékeny nyilván. Úgyhogy bölcsön nem beszél sokat. Nyilván ebben benne van az is, hogy nem az az érdekes, hogy miért voltam én gyerekkoromban, meg hogy melyik pontban ültem a názeleti iskolában, hanem az atya is. Miért az atya is? Soha nem beszél a tekintetét arról, miért van itt, miért jön. Másfelől nem tudnak az emberek ezzel mit kezdeni. Amikor Jézus perre fogják, akkor látszik is, hogy elfordulnak tőle, megvetik, gyalázzák, kinevetik. Egyrégebb föltálló a sérülékeny embersége, nem tudják befogadni. Nagyon fontos következő elem Jézus és a nyilvánosság kapcsolatában a politikához való viszony. Ez mindig akut kérdés, minden korban az van, ma is rettenetesen az, egészen vallási magaslatokat tud emelkedni, vallássá válik a politikai szembené, tartalomtól függetlenül, oldaltól függetlenül, ami nem jó, mert vallások van az egyetlen Isten. Hogyan viszonyul Jézus a politikához? Soha nem politizál. Figyelj, olvassák el egy lényegokat. Soha nem. Nem emleget politikai kérdéseket. Soha. Pedig lett volna, mert az ország a megszállás alatt van. Egy idegen katonai katalog kőkemény brutalitással irányítja, nyomja el a zsidókat. Van egy báb király, Herodes, akit a rómaiak tettek oda. Félig zsidó, félig pogány. Ez Herodesben egy identitás válság. Állandóan kisebbségérzése volt a zsidókkal kapcsolatosan, mert csak félig zsidó, és állandóan kisebbségérzése volt a rómaiakkal kapcsolatosan, mert hogy ide is tartozik, meg oda is, két kapura játszik, igazából nem is tudja, mit akar, de a hatalom az persze mindig jó, meg a belejáró pénz, meg luxus, és Jézus felé sem fogalmaz meg politikai kijelentést. Az országban két vallás alapú szerveződött politikai párt van, a szadduceusok, a főpapnak a pártja, ma mit mondanánk a baloldal, a liberálisok, és a farizeusok, a jobb oldal, a konzervatívok, a kemény vonalosok. És Jézus egyik mögé sem áll be, és mindig bepróbálják meghúzni. Amikor vallási kijelentésekről, amikor Jézus beszél, tanít Istenről, akkor mindig mennek oda, hogy próbálják, hogy ezt a kijelentését ki tudnánk a maga politikai palettájára beállítani. Jézus ide-oda akarják rá. Megtudta ebben is a szabadságot nézni. Jézus az igazságosságról beszél, amikor a politikai helyzeteket kiemeli, hogy az emberek legyenek igazságosak, hogy elégedjenek meg azzal, ami van, ne váltsák a szegényeket, a többiseket. Adjátok meg a császárnak, a császáré, döbbenetes, fizessétek ki az adót, az elnyomó hatalomnak. Erre persze a farizeusok, akik a jobb oldalon nacionalisták fölszúdultak, szadduceusok dörzsölték a tenyerüket, hogy lám, igen, ők azok, akik kokettáltak az elnöki hatalommal. Jézusban ott van, és Jézus felhasználja ezt a helyzetet arra, hogy megint az ember és az Isten kapcsolatáról beszél, Istennek pedig adjátok meg, ami az Istené. Ugyanakkor pedig ott van az a bölcsös, hogy ha nem fizetünk adót, akkor majd úgy elvennek bennünket, hogy ezt megkeserjük, meg is történt pár évvel Jézus után. Tehát ott van az a praktikum Jézusban, hogy most lehet feszegetni a határokat, de végsősorban a nép. És nem nyilatkozik tudatosan politikai kérdéseket. És végül Jézusnak a jelleme hogyan viszonyul a politika, a nyilvánossághoz. Hiszen beszéltem már eddig is erről, meg sajnos látjuk azért főleg az internetes közszereplőknél, hogy deformálni tudja a túl sok rivalda fény az ember, aki benne van. És celebbé válik, és egy pejoratív szó, hogy kifordult embert jelent a mai
jelleme hogyan? Hogyan viszonyul ehhez? Pár érdekesség, az első nem szeretne utvarolni neki. Jó mester, tudjuk, hogy az igazság szerint tanít, az mit akarsz érni? Nem szeretné, hogyha utvarolni. Amikor megkeresztelkedik keresztelő Jánosnál, beállásol. Tehát nem egy viányi keresztelőt akar. Mindenki álljon félre, itt vagyok Isten fia, majd ti is sorra kerültök az én keresztetekre. Nem, beállásol. Ő menünk talán a Jordán vízén. Tehát nincsenek ilyen privilégiók, amiket megkövetel magát. Amikor provokálják, és soha nem veszi fel a kezét. Názáretben meg akarják törleszni, amikor a názáreti zsinagógában a messiás küldetéséről beszél, és leírja az evangélium, hogy Jézus átment a tömeget. Kiviszik a város határába lévő domboldal, vagy lelőkék, hogy nagy is megkövetelzik, Jézus itt átment között. Nem válaszol a provokációra, nem kezd el veszekedni, nem hordja le őket, mindenek nem állt, hozza meg őket, ott hagyja. Nem veszik el a kezét. Jézus belépik olykor egy-egy fontos vitába. Pilátus előtt. Pilátussal beszélik, teológiai kérdésekről is, jogi kérdésekről, politikai kérdésekről. Semmi hatalmat nem lenne, hanem onnan föntről kapta volna, hogy mondja a hatalmat kérdésekről. Amikor látja, hogy semmi értelme a vitának, nem szól. Pilátusnak se válaszol. Nekem nem válaszol, azt tudhatnád, hogy hatalom. Nem szól semmi. Főpap provokálja a belépő Jézusét, és nem válaszol. Amikor látja, hogy semmi értelme a vitának, akkor nem vitatkozik. Nem szól a szócsi. Látszólag elveszíti ezzel a vitát. Milyen vitát? Ez nem is vita. Meg nincs értelme, meg sem, az nem vitatkozik. Mert a vitában van eszmecsere, tehát hogy adunk egymásnak gondolatokat, és mindkettőket alakít. Ez a vita. Ha ez nem nincs alakítva, ővel, akkor az nem vita. Manipuláció, ez meggyőzi a felelősséget is. Soha nem ítélkezik Jézus, emberi helyzetet felejtsen. Oda viszik a bűnöst, és azt mondja, hogy nem ítélnek kell menni, többé nem ítélkezél. Noha, Jézusnak joga lett volna ítélkezni, hiszen mondja, hogy az Atya átadta nekem az ítélkezést. Nem ítélkezik. A megtérés korszakában vannak az emberek, amíg élünk a megtérés korszakában vagyunk, vagyis bármi történet, elrontottam az életemet, halálomig megváltozhatok. Nem egy ilyen esélye. Testvéreim azt mondják a ókori gondolkodó, hogy Jézusnak az értető közege, amiben ő igazán önmaga volt, az a csend. Ezért is az, hogy keresi a csendet, keresi a nyilvánosság elől az elbújást, nem mindig, olykor, olykor, hiszen a tanítani jön, tehát a nyilvánosság kell. Azt mondta Antiochiai Szent Ignác, első-második század fordulóján egy szív püspök, hogy Jézus az Atya igéje, ami az ő csendjéből lép ki. És tudjuk, hogy Jézus mindig ebben a csendben tudott töltődni, és a küldetése is a halál csendjébe tartott. Jézus a csendben mindig tudott találni. Amikor időről időre nekünk is szükségünk van arra, hogy a nyilvánosság elől elmondjunk, hogy ne kapcsolom a Facebookot, most nem posztolok, nem lájkolok, nem reagálok. Tegyük azért is, hogy megtaláljuk ebben a csendben, a visszavonulás csendjében, a csendet minden este betöltő Isteni szót, Istennek a kívánat, Jézusnak. Testvérem, most pedig és alázatosság a szívünkben.
Úrunk, adj bátorságot azoknak, akiknek szívében a napi hivatást említette. Fedezzék fel, hogy az igazi öröm és az igazi élet nem a világban van, hanem csak te adod meg. Kérünk téged, hallgass minket. Mennyei Atyám, de a mindennapi élet megpróbálatásaival is nevelsz bennünket. Hadd, hogy ezeket szelíd türelemmel vállaljuk, és így kövessük élet példáját, aki él és uralkodik mindörökre. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiédek kedves legyen a mindenkori Atyánknak. Istenünk, fogadj kegyesen népet a tudományunk, hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel hallunk, szent áldozat erejéből eljárjuk, Krisztus, ami az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Úrnak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos élő Jézusnak, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Úr, szentséges Atyánk, mindenható Örök Istenünk. Krisztus, ami Úrunk által. Ki megszámba a tévejű embert, világra született a Szent Szűztől, majd kereszt halálában, az örök haláltól megmentett minket, és feltámadva a halálban örök életet ajándékozott. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónok körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek, amelyben dicsőséget hittusszál zengünk, és velük együtt végén. Vegyétek és egyetek ebből néhány, mert ez az én testem, mely értek. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, melyre az új és örök szövetségé.
Ez a vér értetek és sokakért kiújtatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elmúlt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatlan bízva támasztak el a világot, bocsásd őket szent színe látásában. Könyörögjél mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted. Részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged Jézus Krisztus, ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökké. Isten szeretete kiáltott a szívünk a Szentlélek által, ezért tudjuk bizalommal. Mi a
Szentségeddel erősítesz minket, Úrunk Istenünk. Támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk egyelmét ezekben a misztériumokban, és keresztény életünkben is eljárjuk Krisztus Urunk.